104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt magazinműsorunkat hallják. A telefonvonal túlsó végén Toldi Balázs, Gyoma Endrőt polgármestere, akivel már nagyon régen nem beszéltem, és itt az ideje. Szervusz polgármester úr, üdvözöllek! Szervusz Tori, és üdvözlöm a hallgatókat is! Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem vagy. Itt mondom el a hallgatóinknak, mi régóta ismerjük egymást, mindig tegeződünk, most is tegeződhetünk. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Polgármester úr, kérlek, hogy egy kis összefoglalót adj nekünk az elmúlt hetek, hónapokban, mi történt nálatok Gyoma Endrődön, milyen polgármesteri döntések születtek itt a COVID második hullámában? Nézd, igazából próbáltunk igazodni a kormányzati döntésekhez, és itt, amiben a polgármester felhatalmazást kapott, az a szájmaszkok használata a közterületeken. Ezt mi Gyoma Endrődön is itt a kollégákkal megpróbáltuk életszerűen és nem túlzóan megalkotni, úgyhogy itt nem az egész városra, de bizonyos területekre kötelezővé tettük mi is a maszk használatot a közterületen. Ez az, ami kimondottan a COVID-hoz kapcsolható polgármesteri döntés volt, mert természetesen itt az óvodáinkban történő működés szintén bizonyos kis beavatkozást igényelt az önkormányzat, illetve a polgármester részéről, ugyanis sajnos volt egy időszak, amikor több pedagógus kollega is beteg volt, nem feltétlenül COVID-osok voltak, de betegek voltak. Volt, amikor kis csoportos foglalkozást kellett alkalmazni, kis csoportokat kellett alkalmazni a társulásunk óvodáiban, a óvodai csoportjaiban. Természetesen az idős otthonainkban is igyekeztünk minél szigorúbb előírásokat betartani és betartatni, hiszen láttuk azt, hogy azért az előző hullámnál jóval inkább érintettek leszünk a mostani COVID hullámban, ez sajnos be is igazolódott. Sála Istennek itt a szűréseknek köszönhetően, amelyet a kormányzat indított el, azért tudtunk mi is olyan kollégákat kiszűrni, akik lehetmentesek voltak, de volt fertőzésük. Úgy a hivatalon belül mi is teszteltünk, és mi is próbáltuk a kollégáink közül kiszűrni azokat, akik esetleg betegek lehetnek, és így azért azt gondolom, hogy elejét tudtuk lenni a problémáknak. Polgármester, nagyon szépen köszönöm neked a tájékoztatót. Most hát ez ilyen furcsa véletlen, ugyanis ennek a magazinműsornak Kálmán Tibor békés polgármestere is vendége volt, amelyben most veled beszélgetek, és hát ugye vele is beszélgettem, tőled is szeretném megtudni, itt a körösök mentén egy jó kis összefogás bontakozik ki. Szeretném, hogyha te is kifejtenéd erről a véleményedet. Tibi a kezdeményezője tulajdonképpen ennek az összefogásnak. Többször beszélgettünk már, és itt van is olyan projekt, amelyben érintettek az vagyunk, hiszen a bejárható körösök című projektben a Kajakkenu Szövetsége, a Magyar Kajakkenu Szövetsége közösen konzorciumi partnerek vagyunk, és ebben Békés és partner, és több körösmenti település is konzorciumi tag. Itt az előző ciklusban alakult ki ez a pályázat, ez egy inopos pályázat volt, de ezt mi szeretnénk tulajdonképpen valamilyen formában tovább vinni és tovább formálni. Van még egyébként olyan projekt ötletünk, amit közösen fogalmaztunk itt meg, és tulajdonképpen az aktív turisztika áll ezeknek a projekteknek a középpontjában, és az egészséges életmód és a környezetvédelem, ami azt gondolom, hogy a körösök mentén ez feltétlenül fontos, és egyébként alapvetően kivitelezhető lenne, hiszen mondjuk a körösökről beszélünk, akkor a legtisztább folyóinkról beszélünk, Magyarország legtisztább folyóiról beszélünk, és hát azt gondolom, hogy abszolút alkalmas azokra az aktív turisztikai tevékenységekre, amelyeket mi összefoglaltunk és összerettünk. Hál' Istennek a Tibi elmondása szerint sikerrel járt több településen, akik szintén a körösök mellett fekszenek. Én bízom abban, hogy a következő Európai Uniós ciklusban tudunk majd olyan pályázati forrást találni, amiből az elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, és egy olyan turisztikai ágat fogunk tudni majd kiemelni, vagy felemelni, vagy fejleszteni, amely eddig nem feltétlenül volt jellemző. És ami számomra talán a leginkább fontos ebben, hogy ezt közösen próbáljuk megtenni olyan kisebb települések, akik önmagukban lehet, hogy nem tudnának olyan turisztikai kínálatot nyújtani, ami hosszabb időtöltést eredményezne itt a megyében, a térségünkben, viszont együtt összefogva azért sokkal nagyobb kínálatot tudunk nyújtani, sokkal inkább meg tudjuk tartani a vendégeket, sokkal színvonalasabb szolgáltatásokat is tudunk nyújtani, és ezáltal azt gondolom, hogy a térségünk nevét is messzebbre tudjuk repíteni. Köszönöm szépen, polgármester úr, neked is azt tudom ígérni, amit Kálmán Tibornak, hogy folyamatosan be fogunk erről a programról, együttműködésről számolni, ránk a Rádió 1-re számíthattok. Köszönjük szépen. És akkor most egy kis adventet még vigyünk bele. Hogyan telnek az adventi hétvégék nálatok? Mik voltak eddig? Látom, gyertyagyújtás, kis adventi programok. Hát sajnos a korlátozó intézkedések miatt nem tudunk nagy közös gyertyagyújtásokat alkalmazni, illetve véghez vinni, illetve kivitelezni, úgyhogy sajnos a gyertyagyújtásokat tulajdonképpen a tévéképernyőjén keresztül tesszük meg. Az első hétvégén, az első vasárnapon én mondtam egy beszédet, és én gyújtottam meg az első gyertyát, most pedig a történelmi egyházaink személyiségei mondanak egy adventi beszédet, és ők gyújtják meg a gyertyákat. Az első héten a katolikus egyház vezetője, helyi vezetője, aztán az evangélikus egyházé, az utolsó hétvégén pedig a református lelkészünk fog mondani egy beszédet, és ő fogja meggyújtani az utolsó gyertyát. Tulajdonképpen így köszöntjük, vagy így várjuk a karácsonyt, ami lassan-lassan, de most már itt van és elkövetkezik. Polgármester, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem voltál itt a 104 Rádió 1-en. Szerintem ebben az esztendőben
2022-ben utoljára beszélgettünk, így hát engedd meg, hogy békés boldog karácsonyt, és hát sikerekben, és hát covidmentes boldog új esztendőt kívánjak nektek. Vigyázzatok magatokra, jó egészséget! Nagyon szépen köszönöm, őszintén azt kívánom a szerkesztőség minden tagjának, és természetesen a hallgatóknak is. Velünk történt magazin műsorunkat hallják a 104 Rádió 1-en. Jó Endrőt polgármestere Toldi Balázs volt vendégem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.